kisdát lesz örvendezve. Énekkel és betlehemi előadással nyitották meg a betlehemi szép csillag elnevezésű pályázatra beérkezett munkákból nyíló kiállítást. A pályázaton ifjúsági és felnőtt kategóriában hivatásos kézművesek és műkedvelő alkotók, alkotócsoportok egyaránt részt vehettek. A kikötés csupán az volt, hogy természetes anyagokból, például textilből, fából, esetleg csuhéból készüljenek az alkotások. A pályázatot immár 9. alkalommal hirdették meg. Nagyon örülünk, hogy a 9. alkalommal már 60 fölött érkeztek be munkák a megyéből és a városból egyaránt, és ezek a munkák mind ötletes technikai megoldással, szép kivitelezéssel, szép gondolati tartalmakkal jelenítik meg a betlehemi történetet. A kiállításnak idén először a Szent István Művelődési Ház adott otthont. A tehetség Istentől való ajándék. Élni vele és alkotni, ahhoz egy hihetetlenül nagy-nagy szorgalom kell, és egy nagyon nagy fantázia. Rengeteg ember panaszkodik ma egyedüllétre, magányosságra, depresszióra, és látjuk, hogy nem kell azzá válnunk, hogyha megkeressük azokat a lehetőségeket, akiktől segítséget tudunk kapni ahhoz, hogy az alkotókedvünk felébredjen. A beérkezett pályamunkákat 3 főből álló szakértő zsűri bírálta el. A legszebb munkák készítői értékes tárgyutalomban részesültek. Akik lemaradtak a megnyitóról, ne csüggedjenek, ugyanis itt a Szent Korona Galériában január 21-ig megtekinthetik a tárlatot, mely az adventi időszakban szombaton és vasárnap is nyitva tart.